Az elmúlt évekhez hasonlóan borrendünk a Magyarországi Borrendek Országos Szövetsége esemény naptárában szereplő valamennyi közgyűlésén és kongresszusán néhai nagymesterünk révén képviseltette magát. Szakmai és pénzügyi beszámolókkal kezdődött a Cegléd és vidéke Ungvári László borrend közgyűlése. Nyársapát látta vendégül a lovagokat a fontos eseményre. Kiemelten fontos közgyűlés volt, hiszen elnök nagymestert kellett választaniuk a tagoknak. De új tagokat is soraikba fogadtak. A tiszteletbeli tagok közül Lédeci Attilát, Becker Bernadettet, Mádi Zsoltot és dr. Tóth Tibort is teljes jogú tagjává fogadta a rend. Ők így már részt vehettek az elnök nagymester megválasztásában is. A tagok szavazatai alapján a rend új elnök nagymestere Túri Krisztina lett. Ez az első év, ez nem lesz könnyű, illetve most egy évre szól a megbízatásom. Örökségünk az, hogy a megkezdett feladatokat befejezzük, mint a borrendi kiadvány, illetve a rendezvényeken való részvétel, illetve tovább vinni a borrendet, mint csapatot, egységé kovácsolni, ezt is folytatni, mindenkivel leülni, beszélni, kinek mi az elképzelése, ki mit vár a borrendtől. Természetesen mindenki igényét nem lehet kielégíteni, de törekszünk arra, hogy a többség az maradéktalanul nagyon jól érezze magát ebben a borrendben. Túri Krisztina már eddig is aktívan részt vett a borrend vezetésében. Kincstárnokként dolgozott az elnök nagymester mellett. Attila jobb keze voltam, mint pénzügyes. Attilával félszavakból értettük egymást. Nagyon szerettem, és nagyon jó volt vele dolgozni. Nagyon sok mindenbe beleláttam, de mint egy ilyen férfi társaságban nőként ilyen bizalmat kapni, és mint kiderült, hogy 50%-uk rám szavazott, nagyon jó érzés, és nagyon köszönöm azoknak, illetve mindenkinek, hogy szavaztak, hogy itt voltak. Azon kívül, hogy ez tényleg egy megtiszteltetés, és nagyon jó érzés, nagyon nagy feladat is. Tehát azt is látni kell, hogy ez nem csak egy cím, ez annál sokkal többet jelent. A rend tagjai tehát most egy évre neki szavaztak bizalmat, de új elnökségi tagot is választottak. Arany Zsolt is a grémium tagja lett. Továbbá arról is dönteniük kellett, mely borász cserszegi fűszerese lesz a rend zászlós bora a következő évben. Öt jelölt közül végül Füle Dénes borát választották a tagok.